Itt vagyunk a Szent Mihály téren, és gyerekzsinattól hangos itt az egész környék, hiszen most volt a kiszabál véget, és Kurcsán László és Jutkával beszélgetünk. Először egy kicsit nézzük már meg, hogy mi is ez a kiszabál véget, és ennek mi is a történelmi háttere, vagy a mendemondája. Hát ugye a farsangi ünnepkör keretében került erre a programra sor tulajdonképpen. A kiszabál bégetés az a farsangi népszokásokhoz, néphagyományokhoz kapcsolódó hagyomány tulajdonképpen, és a rossznak, a gonosznak az elűzése, elégetése, a tavaszvárás, a jónak a várása tulajdonképpen ebben az ünnepkörben. És ezt a népszokást, néphagyományt elevenítik fel ugye már a Vasvári Pál Múzeumnak a munkatársai évek óta. Hál' Istennek az idő kedvezett a programnak a megvalósítására, hiszen még a farsangból egy bő hét van hátra, hiszen ebben az évben február 23-áig tart hivatalosan a farsang, de bízunk benne, hogy ezzel a programmal, a zajkeltő eszközökkel, a kiszabálnak az elégetésével sikerült végre előcsalogatni a tavaszt. Miből van ez a kiszabál, hogy ilyen egy-kettőre elég? Ezt így csináljátok, gondolom. Így van, tehát ezt a kollégák készítették. Hát most veszőből, kis lecekből összetákolták tulajdonképpen a vázát. Hát, és akkor ilyen kiszabálnak látszó tárgyról van szó. Így van, és akkor ezt öltöztettük fel. Tehát itt minden kézműves termék, tehát saját kezűleg készítették az intézménynek a dolgozói. Program javarésze már lement, a gyerekek mennek vissza az óvodába. Mit tudtak még csinálni azon kívül, hogy megnézték, hogy elégett a kiszabál? Hát ugye a Bakos zenekar már nem először szerepel itt Tiszavasváriban, ők húzták a talpalávalót és gondoskodtak ennek a délelőttnek a jó hangulatáról, illetve a Gőbölyös Néptárscsoportnak a tagjai is bekapcsolódtak egybe a programba, és bevonták a gyerekeket, tehát egy közös tánc volt itt tulajdonképpen a téren, és utána a csoportonként, mert ugye most a délelőtti foglalkozáson ovisok vettek részt, csoportonként úgymond körbe táncolták a kiszabábot, és mindenki az óvodában vagy otthon készített kis kiszabábját is elégette, és erre ugye az alsó tagozatosok, hiszen a délután folyamán alsó tagozatosok lesznek a vendégeink, már ráírták kézzel, hogy mi az, amit ő szeretnének megszabadulni ebben az évben, úgymond, mi az, amit szeretnének elégetni, és ezeknek a kis báboknak az elégetésére is sor került. Nem lennék kiszabáb, délelőtt, délután elégetitek. Így van, és hát még azt meg nem tudjuk, hogy mi az, amiket ráírtak a gyerekek, és mi az, amitől szeretnének ebben az évben megszabadulni, úgymond, távol tartani a sajátjukat, a családjukat. Tehát itt sok minden kiderült azért, ahogy a gyerekekkel beszélgettünk.
Itt most óvodások vannak, fel tudják fogni, vagy átlátják ennek a jelentőségét, hogy esetleg mivel írni még nem sokan tudnak, gondolom, a szülőkkel, hogy mit írassanak rá? Hát végül is nem is lehet, hogy az ő, tehát az ő figyelmük még erre nem terjed ki, hanem ők inkább a farsangi népszokások részét érzékelik, ugye ebből az egészből, az állatkészítést, ugye a jelmezt, hiszen itt a kollégák is ugye beöltöztek különböző jelmezekbe, illetve magát a mulatságot, azt, hogy eltemetjük tulajdonképpen a telet, vége lesz a hosszú téli estéknek, és hamarosan kezdődik a tavasz, az újjászületés ünnepe. Délután jönnek az általános iskolások? Igen, jönnek az általános iskolások, és így a délelőtt, illetve a délután folyamán egy 550 fő fordul meg itt a téren. Tehát én úgy gondolom, hogy sikeres ez a kezdeményezés, és érdemes tovább folytatni, hiszen az egész város apraja nagyját, tehát tulajdonképpen az óvisokat, illetve az alsós korosztályt sikerült megmozgatni a múzeum munkatársainak, hiszen ez a program akár egy múzeumpedagógiai foglalkozás keretében is megvalósulhat. Lehet, ha figyelembe veszük azt tényleg, hogy be kellett zárnatok az intézményetek jelentős részét, a programot mégis ki tudtátok idehozni, és tényleg az időjárás kedvezett nektek. Van még tervben ilyen, hogy addig még a fűtési szezon tart, addig ilyen jellegű dolgokat, rendezvényeket csináljátok? Persze, tehát ugye most a húsvét is, ha a múzeumnál maradunk, tehát még a bezárás idejére esik, tehát ide is vannak terveink, és erre is készülünk a kollégákkal, meg hát persze, tehát szabadtéren is, és kisebb benti helyszíneken is azért folynak az előkészületek, illetve a munka. A találkozások háza a Vasvári Pál Múzeum, illetve a Városi Könyvtár munkatársai révén. Thank you.